Hétfőtől pedig vidéken is újabb lazítások lépnek életbe. Megnyithatnak a szállodák, és a vendéglátóhelyek már visszaállhatnak a normál működéshez, tehát ott már nem csak a teraszon lehet ezentúl fogyasztani. A dolgozóknak viszont továbbra is kötelező a maszkviselés. A kormány úgy fogalmaz, hogy a vidéki könnyítéseket mindig kéthetes késéssel követik majd a budapesti lépések. Minden készen áll a nyitásra ebben a Balatonkenesei Hotelben. Vasárnap még üresek voltak a szobák, hétfőtől azonban újra fogadhatnak vendégeket. Ózongenerátorokkal fertőtlenítjük a szobáinkat. A Balatonfői Jachtklub vezetője azt mondja, a vendégek biztonságérzete ebben a szezonban kiemelten fontos, ez is egy szempont lehet majd a szállás kiválasztásakor. Nagyon-nagyon fontos, hogy úgy érezzék magukat, hogy a lehető legkisebb mértékben vannak kitéve bármiféle veszélynek is. Sokan jönnek, mennek, strandunk is van, ott is oda kell figyelnünk majd ezekre. Ebben a Lilafüredi Hotelben is az utolsó simításokat végezték a takarításban a hétfői nyitás előtt. Már be is indultak a foglalások, hétfőre is várnak vendégeket. A recepciós kollégám azt folyamatosan telefonál, nem tudok vele szót váltani. Ez a pécsi étterem, amint lehetett, megnyitotta a teraszát. Hétfőtől a belső helyiségekben is leülhetnek a vendégek, viszont akár a teraszt is bővíthetik. A polgármesterek ugyanis saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy nagyobb területet engednek át az utcákból az éttermeknek ingyen. A balatonboglári polgármester azt mondja, náluk eddig is sok vendéglős pakolt ki közterületre. Eddig is megengedtük, hogy kipakoljanak, és a közterületeken gyakorlatilag egy élet legyen, hiszen ez a turizmusnak a lényege, és a Balaboglár egy turista város. Természetesen esetleg nagyobb helyet is elfoglalhatnak, ugyanúgy engedélyeztetni kell, csak most ezért nem kell fizetniük. Ez már Pest megye. A Szentendrei Dunakorzon ezen a hétvégén még csak az ablakon adhatták ki a lángost ebben az étteremben. Hétfőtől azonban itt is ugyanazok a szabályok lesznek érvényben, mint vidéken. Március 16-ában utolsó munkanapunk a medveotthonban. A Veresegyházi medveotthon lakói már több mint két hónapja nem találkozhattak a látogatókkal. Hétfőtől azonban ismét nyitva tartanak. Az igazgató azt mondja, nem unatkoztak az előző hónapokban. Munkánk volt, építettünk kifutót, szeretnénk hozni más állatokat, majd bemutatni más állatfajokat még, és hogy volt tevékenységünk. Új korlátokat építettünk, szépítettük, növényeket ültettünk. Hétfőtől országszerte újra kinyithatnak a parkok, köztéri játszóterek, azonban a védőtávolságot továbbra is meg kell majd tartani. A közösségi közlekedésben, a boltokban, illetve a vendéglátóhelyek dolgozói számára továbbra is kötelező a szájmaszk viselése.